A brémai muzsikusok ugye a Grimm testvérek egyik meséje, és alapvetően egy nagyon egyszerű kis történet, tulajdonképpen arról, hogy állatok összefognak és együtt elmennek örömzenélni a nagy Brémába. Ami nagyon-nagyon megfogott a történetben az az, hogy ez a fajta vágy, ez a fajta ragaszkodás nagyon sok minden mást is jelenthet, és az, hogy ők ott együtt fognak zenélni, az csak egy plusz dolog, annál sokkal-sokkal fontosabb az, hogy egymásban barátra, társra lelnek, hogy lesz egy közös céljuk, az út, az sokkal fontosabb, mint maga a végcél. Hogy ott mi történik velük, hogy egymást hogy mentik meg az úton, hogy csapódik egyik másikuk a főszereplőhöz, ugye a Samárhoz, aki az alap ötlet és alap cél. És ehhez párosult még az, hogy nagyon kedves, tehetséges, csodálatos idősebb kollégáimmal dolgozhattam együtt, az egyed a Kósa Béla vagy a Csonkaibi, és természetesen az időset idézőjelben mondom, hiszen lelkükben még mind-mind csupa fiatalok, és az ő sámrjuk, ez az időskori sárm, ez egy olyan pluszt adott az egész történetnek, ami hát hihetetlenül beindította a fantáziánkat, és tulajdonképpen el is kezdtük egy kicsit ebbe az irányba tolni az egész előadást, hogy milyen az, amikor állatok megöregszenek mellettünk, és mi a hálátlan ember ezt igazából nem nagyon vesszük tudomásul, és néha úgy kezeljük ezeket a pillanataikat, amit úgy leéltek velünk egy életet, mint hogyha nem is lett volna, és igazából pillanatok alatt túl tudunk lépni azon, hogy velük most mi van, hogy éppen elpusztulnak, vagy éppen éheznek, stb. Úgyhogy egy kicsit, ha pedagogizálni szeretnék vele, akkor valószínűleg ez a fő mondani valója. És ugyanakkor ugye a fősodor, ami hát a brémai muzsikusoknak az alaptörténete, az hál' Istennek ugyanúgy megmaradt, csak mondom, rakódott rá egy olyan fajta plusz, amitől szerintem egy nagyon-nagyon szívmelengető előadás lett.